Íme a magyar filmtörténet legrégibb klasszikusának, Kameranegatívja. A Hippolita lakály sok viszontagságot megélt, egyetlen eredeti filmanyaga a sok másolástól napjainkra csaknem teljesen tönkrement. Az 1931-ben készült mozgóképszalag természetes elhasználódása és zsugorodása miatt a film megmentésére más lehetőség nem kínálkozott, mint a digitális kép- és hangrestaurálás. Hónapokon át másfél tucat szakember dolgozott az immár eredeti fényében ragyogó filmalkotáson, melynek újjászületését most mi is végigkövetjük. Az egymásra épülő munkafázisok első helyszíne a kézi restaurátor asztala, ahol a képnegatív és a külön tekercsre fényképezett hangnegatív tűzveszélyes filmszalagját vetíthető állapotba hozzák. A régi ragasztásokat ellenőrzik, a szakadt, sérült perforáció részeket kijavítják, és a többszöri áttekercselés mellett letisztítják a felületeket. Ezzel a filmre tapadt szennyeződések egy része már ennél a beavatkozásnál eltűnik. A kézi restaurálás után a képnegatív a filmlabor digitális szkennerére kerül, ahol minden egyes kockáját speciális fénytörés mutatójú folyadékba eresztve átvilágítják. Ez a különleges folyadék kitölti a film felületén lévő karcokat, s így a kép már is 50-60%-kal tisztább, ragyogóbb lesz, mintha hagyományos körülmények között készülne a másolat. A több hétig tartó kockánkénti szkennelés eredménye, hogy a film valamennyi, csaknem 110 000 képkockája többszörös expozícióval digitális adatként merevlemezre kerül. Ez alatt a Filmarchívum speciális, régi filmanyagokhoz alakított hangátíró berendezésén az eredeti, intenzitásos hangnegatívról elkészül a digitális másolat. Ez az első digitális hangváltozat még tartalmazza ugyan az eredeti felvétel valamennyi hibáját, hiányosságát, de ezek is eltűnnek a következő munkafázisban, a szűrés, tisztítás és hibajavítás során. A hangjavítással párhuzamosan a digitális képfeldolgozás második lépcsőjén dolgoznak a filmlabor munkatársai. A hónapokig tartó munka eredményeként megszületnek a szoftveresen tisztított képek. Aprólékos, kitartó munkával így tüntethetőek el látványosan a régi filmekre annyira jellemző bevillanások, porszemek és foltok.
A szennyeződésektől megtisztított képanyag ezután további beavatkozásokon esik át, hiszen a képremegés megszüntetésére és a hiányzó képkockák pótlására csak ezután kerülhet sor. A digitális restaurálásnál ugyanis ilyen csodákra is lehetőség nyílik. Az évtizedek során megsemmisült filmkockák rekreációjánál az intelligens szoftver minden esetben figyelembe veszi az előző és következő képkockák tartalmát. A képfolyamat elemzése után, hosszadalmas számítási folyamatok eredményeként több hálózatba kötött számítógép agyában megszületnek az elveszett mozgásfázisokat tartalmazó képkockák. A képjavításnak azonban ezzel még nincs vége. A digitálisan tisztított és remegésmentesített kép a kolorist asztalára kerül, aki hatalmas, moziméretű kivetítőjén fényelni kezdi a filmet, azaz korrigálja minden egyes jelenet fotográfiai jelleggörbéjét. Azt is mondhatnánk, hogy feladata voltaképpen az operatőr fénymérőjének pontosabb és hitelesebb beállítása. Munkája azonban ennél lényegesen több, hiszen a jelenetek fényviszonyait nem csak egészében, de részleteiben is megváltoztathatja. Sőt, az egyes képkockák közötti fénykülönbségeket, vagyis a mindenki által ismert kellemetlen villogást is képes megszüntetni. Az ő kezei alatt válnak az eredetileg helytelenül exponált képek tónusos, ragyogó árnyalatú jelenetsorokká. S amíg a technikusok a film megmentésén fáradoznak, addig a filmarchívum kutatója hónapokon át az eredeti forrásokat kutatja. Átnézi a könyvtárakban, levéltárakban fellelhető korabeli dokumentumokat, hagyatékokat, hogy megszerkeszthesse a film elveszett eredeti főcím feliratának rekonstruált változatát. Az ugyancsak ismeretlen korabeli főcímzenét is autentikus alapanyagból készíti el. Magángyűjtemények mélyéről előkerülnek a filmslágereit megszólaltató gramofonlemezek, amelyek segítségével sikeresen pótolható ez a hiány is. Így készül el lassanként a film véglegesnek tekinthető digitális változata,
s a számítógép képernyőjén találkozik végre a felújított kép az eredeti, megtisztított hanggal. Az utolsó szinkron ellenőrzés után a merevlemezek a lézeres filmlevilágító berendezésbe kerülnek, ahol visszaírják filmszalagra mindazt, amin hónapokon át a filmmentő csapat dolgozott. Az előhívás után az újjászületett kép és hangnegatívról pozitív másolat is készül. És ettől a pillanattól kezdve a Filmarchívum polcán híven őrzi első hangos filmsikerünknek és ennek a nagyszerű munkának az emlékét.